Több százmilliós fejlesztéseket ígért Sümegen a településnek Orbán Viktor. A miniszterelnök személyesen kampányolt a tapolcai választókerületben, szerinte nincs tétje a vasárnapi időközi választásnak. A Jobbik elnöke szerint viszont van az, hogy pártja valóban a második politikai erővé váljon. Az MSZP elnöke is személyesen vett részt ma a kampányban. Tóbiás József azt mondta, a DK-val közös jelöltjük érti csak igazán a bérből és fizetésből élők gondját. Plakátokkal, transzparensekkel tiltakoztak Orbán Viktor látogatása ellen. A kormányfő még délelőtt érkezett kampányolni a tapolcai választókerületbe, csak az állami televíziós stábja lehetett ott Orbán Viktorral. Sümegen azt mondta, nagyívű, bátor és ambíciózus tervet dolgoztak ki a település fejlesztésére. Van egy nagy sümegi fejlesztési csomag, amit a kormány egyébként majd két hét múlva meg is tárgyal. Így fogadták a miniszterelnököt Tapolcán. A késő délutáni fórumon a várakozásokkal ellentétben a kormány által bezárt tapolcai kórház újranyitásáról nem beszélt. A Fidesz helyi jelöltjét, Fenyvesi Zoltánt méltatta. Azt mondta, akkor sincs baj, ha elveszítik a választást. Én jól emlékszem, 2002-ben milyen nehéz volt megfordítani a második körben a választások eredményét ebben a választókerületben. És mert összefogtunk, mert tudtuk, hogy mi a dolgunk, és mert mindenki elvégezte a munkáját, ez sikerült. Orbán Viktor mellett másik két pártelnök is ott volt ma a tapolcai körzetben. Tegnap még egészségügyi szűréssel kampányolta a Jobbik tapolcai jelöltje, a város alpolgármestere Rigg Lajos, most adásunk ideje alatt Vona Gáborral tart közös lakossági fórumot. A Jobbik kampányának központjában is a tapolcai kórház újranyitása áll, de Vona Gábor szerint nem csak ezért van jelentősége az időközi választásnak. Azt a társadalmi hangulatot érzem, hogyha most a Fidesznek sikerül egy pofont adni, és egy választási vereség itt Tapolcán, amit politológusok korábban hiperfideszes választókerületnek neveztek. Ha itt tudunk a Fidesznek egy pofont adni, akkor azt gondolom, hogy a elkövetkezendő hónapok, évek politikai folyamataira nagyban kihathat. Két napja Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke, ma Tóbiás József ment Ajkára. Az MSZP elnöke szerint közös jelöltjük Pat Ferenc az egyetlen jó választás azoknak, akik elégedetlenek a kormány munkájával, és valóban változást szeretnének. Fidesz a hatalomért. A Jobbik, amely ugyanaz, mint a Fidesz, vagy pedig valódi társadalmi alternatíva épül. Erről szól a tapolcai választás Magyar Szocialista Párt számára. Ajka bizonyította, hogy lehet másképpen működtetni egy várost. Lehet sikereket elérni. A szavazás vasárnap lesz. Azért kellett időközi választást kiírni, mert a tapolcai körzet korábbi kormánypárti képviselője, Lasztovica Jenő elhunyt.